Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a reggelen, és kívánom, hogy legyen egy nagyon szép napotok ma, és egy olyan gondolattal készültem most hozzátok, amely az én munkahelyemről szól valamilyen szinten. Ugye mondtam már nektek, hogy régóta tanítóbácsiként dolgozom, ide soha 35 éve vagyok gyerekek között, és hát egy olyan jelenségről szeretnék most nektek beszámolni, amely jelenség valahogy a Bibliával is nagyon könnyen párhuzamba állítható. Mert ugye, ahol sok gyerek van, sok mindenki mindenfélét akar, ott előbb-utóbb konfliktusok és cibódások is megtörténhetnek, és hát amikor én oda megyek egymással szemben, fizikailag vagy szóbelileg egymás bántó gyerekhez, és megkérdezem tőlük, hogy jó, akkor most álljunk itt meg egy kicsit, és azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ki kezdte ezt az egészet, akkor gondolhatjátok, hogy szinte mindig mit látok? Hát ezt. Mindig ezt látom. Egy kicsit ekkor el is szoktam magamat nevetni, és a gyerekek is poénra veszik a dolgot, hiszen ők is látják a helyzetnek a komikumát és az érdekességét, hogy én 35 év alatt, kedves érdeklődők, én egyetlen egyszer találkoztam egy olyan kisfiúval, aki nem így csinált, hanem így csinált. És azt mondta, hogy hát Gyuri bácsi, ha őszinte vagyok önhöz, őszinte vagyok hozzád, ugye, mert hát ugye tegeződünk az iskolában, a gyerek tegezi a pedagógust, akkor én bevallom neked, hogy ezt a dolgot én követtem el, én kezdtem el a másikat bántani, és ő tulajdonképpen csak visszabántott. És hát miért mondtam el ezt a kis jelenséget, hiszen ez nem egy történet, hanem százával alakul így napról napra, hétről hétre. Azért mondtam el nektek, hogy lássátok azt, hogy Salamon, amikor 3000 évvel ezelőtt a példabeszédek könyvében megörökített egyik mondását lejegyezte, akkor már egy örökérvényű dologra tapintott rá akkor is. Mert hogyan is szól példabeszédek könyve 16. fejezet második versének az első fele? Ez azt mondja, hogy minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt. Megismételem. Minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt. Igen, mi a megmagyarázások emberei vagyunk. Sajnos, amikor elkövetünk dolgokat mások ellen, vagy a magunk érdekében valahogy túl sok mindent megengedünk magunknak, akkor ezt mindig nagyon szépen, nagyon jól ki tudjuk magyarázni, meg tudjuk magyarázni, és az önigazultságunk rongyaival öltöztetjük fel magunkat. Ezt nemrégen hallottam ezt a kifejezést, és megmondom őszintén, hogy megragadt bennem, hogy az önigazultságunk rongyaiba öltöztetjük magunkat. Hát igen, kedves hallgatók, Isten azt akarja, hogy mi ne az önigazultságunknak a rongyaiba öltözködjünk már most itt a földi életünkben, hanem az igazságot keressük és azt kövessük, és majd a mennyben a jelen tisztaságnak a fényruhájába öltöztethessen majd az Isten, de ahhoz itt, ezen a földön nekünk nagyon sokat kell még változnunk, és sokat kell még tennünk. Mert hogyha minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt, akkor egy keresztény ember ezzel a mondattal nem érthet egyet a maga részéről. Ezt a mondatot ő neki fordított értelembe, de be kell teljesítse. Mert hogyha egy kis hasonlattal szeretnék élni, akkor azt tudom mondani, hogy a keresztény ember, vagy a Bibliát komolyan vevő ember, és egy olyan ember, aki teljesen csak a maga érdekei szerint él, és a maga ösztönös zsigerei szerint éli az életét, az a nagy különbség, hogy a világi ember, most akkor röviden nevezzük így, nagyon kritikus és nagyon érzékeny a másik ember irányából, hogy mit kap tőle, és saját magával szemben viszont nagyon nagyvonalú és minden szinte ki tud magyarázni és mindent el tud fogadni a maga részéről. Egy keresztény embernél pedig pontosan fordítva kellene, hogy legyen a dolog. Ő ne a másik ember iránt legyen gyanakvó,
hanem elsősorban saját maga iránt. Hogy ne bízzon saját magában, a maga értéke ítéletében. Hogy ő saját magával szemben egy kíméletlen őszintességgel merje feltárni az Isten lelke által a benne levő rosszat. A másik emberrel szemben viszont megbocsátó, nagylelkű, megengedő, segítőkész, és ha kell, akkor kíméletesen, de feddő ember legyen. Hát, hogyha mi ki akarunk lépni ennek a salamoni árnyékmondatnak a hatása alól, hogy mi nekünk ne legyen minden utunk tiszták a magunk szemei előtt, hanem legyünk valóságosan őszinték saját magunkhoz, akkor nem egyébhez kell fordulnunk, mint a 139. Zsoltárnak két egészen csodálatos mondatához. A 139. Zsoltárban olvashatjuk az alábbi igét, ezt teljes mértékben a lelketekre szeretném kötni, mert csodálatos és nagyon ide kívánkozik, amely ezt mondja, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Megismételem. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, Isten, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Észreveszünk valamit, kedves érdeklődők, hogy az örökké valóság útja az úgy járható be, úgy lehet oda eljutni, hogyha engedjük, hogy az Isten megvizsgálja a mi szívünket, és megengedjük neki, hogy megláthassa, mert nem takargatjuk el, megláthassa, hogy van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja. És hogyha Isten tényleg bevilágíthat a mi szívünknek minden egyes rejtekébe, amit mi eltakarnánk, amit mi eldugnánk magunk elől is, meg mások előtt is, akkor mi már nem leszünk olyanok, mint ezek az aranyos kis cigódó gyerekek, hanem igazi felnőttekké válhatunk a szónak a jellemtisztasság értelmében, nemes értelmében. Amikor már nem erről fog szólni az életünk, hogy mindig a szomszéd és soha nem én, mindig a másik ember és soha nem én, hanem azt mondom a térdeimen az Istennek, Uram, én azt se tudom sokszor, hogy ki vagyok és mi lakozik bennem. Ahogy József Attila mondta, hogy én nem is tudtam, hogy mennyi gonoszságnak a lakhelye az én szívem egy versében, hanem őszintén az Isten előtt feltárjuk, megengedjük feltárni a szívünket. És akkor az Isten, hogyha nagy takarítást végez, hogyha Istennek megengedjük, hogy oda bemenjen, akkor valóságosan rátettük a lábunkat az örökké valóság útjára. Amíg pedig nem jutunk el az örökké valóságba, legyen az egyik aranyszabály, a legfontosabb szabályunk a Szentírásból, amikor is Jézus földi életében azt mondta az embereknek, hogy amit azért akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is azonképpen cselekedjetek azokkal. Ilyen egyszerű az élet, ennyire egyszerű lenne a világnak a problémáit megoldani. Ha én másik embernek is csak azt akarom adni, amit magamnak is kívánok, akkor már ezen a világon a bajoknak a legnagyobb része megszűnhetne. És vége lenne ennek a világnak, az iskolaudvartól egészen a bíróságokig, hogy mindig a másik a hibás, én pedig teljesen tiszta vagyok. De mi, akik a kereszténység és a Szentírás talaján akarunk állni, mi engedjük meg Istennek, hogy megvizsgáljon, és hogy meglássa, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és ezáltal vezérelhet az Isten minket az örökké valóság útján. Szívem mélyéből kívánom, hogy mind nektek, és mind nekünk törzstagoknak, az Úr operatív törzséből ez bekövetkezzen az életünkre nézve. Legyen nagyon szép és áldásos napotok. Szervusztok!